Április 22-e a Föld napja, a Szent István téren gyermekfoglalkozásokkal, természetvédelmi előadásokkal és olyan játékokkal várták a gyerekeket, amelyek a természet megóvására hívják fel a figyelmet. Magyarországon 1990 óta ünneplik a Föld napját. Óriás társasjáték, személygyűjtés, komposztálás és még sok-sok érdekesség várta a gyerekeket a Szent István téren a Föld napján. Délelőtt minden a környezetvédelemről szólt. Sanyi bácsi megette az almát, már csak a csutkája maradt. Így be is kerülhet a komposztba. A Szabó Lőrinc általános iskola gyermekei hangosan kiabálva válogatták a zöldségeket. Ebben a miskolci iskolában is fontosnak tartják, hogy már egészen kisgyermekkorban környezettudatosságra neveljék a gyerekeket. Erre kirándulásokkal és játékos foglalkozásokkal tanítják őket. Ez egy olyan program, amit nem szeretünk volna kihagyni. A nagyobbak az avasra mentek, a vízvédelmében mindenki vitt föl magával a hátizsákjába vizet, amit ott megittak, és úgy jöttek vissza. Nekünk a környezeti nevelés, illetve a földnek a védelme az nagyon fontos. Tehát nem csak egy környezeti órán, egy földrajzórán, hanem folyamatosan a nap minden időszakában. Sárga sisakban és láthatósági mellényben állták körül a gyerekek a futószallagot. És a futószallag már el is indult a különböző hulladékot jelölő kockákkal. A válogatás pedig rohamtempóban kezdődött. A gyerekek kreatív módon tanulhatták meg többek között a szelektív hulladékgyűjtés szabályait is. Nagyon sokan a mai napig nem tudják, hogy pontosan a szelektív hulladékot hogy kell szétválogatni, ezzel mindennaposan találkozunk, és úgy gondolom, hogy már gyerekkorban tudatosítjuk ezt, hogy a papírt, a műanyagot, illetve a fémet, a veszélyes hulladékot hova kell dobni. De nem minden a kicsiknek szólt, a felső tagozatos gyerekeknek is készültek érdekes programok. És már is jelzi a műszer, hogy romlott a levegő minősége. Az egyik sátorban a Miskolcon jelenleg is működő levegőminőség figyelő rendszert mutatták be a gyerekeknek. Ezek pormérő műszerek, ami Miskolcon nyilvánosan működik, és mindenki meg tudja nézni azt, hogy az ő lakóhelye közelében milyen szennyezett a levegő. Ez a pmonitoring.hu honlapon mérhető el, és ez egy nyilvános weblap, ami a lakosság tájékoztatását szolgálja. A szervező szerint érzékelhető, hogy a gyerekek nyitottak a szemléletformálásra. Nagy-nagy örömmel töltött el az, hogy kinéztem ma reggel az irodám ablakán, és azt láttam, hogy teli van a főtér. És jó céllal telt meg ez a tér, hiszen számos kiállító kifejezetten környezetvédelmi zöld szempontok alapján nagyon színes programokat szervezett itt a téren. A Szent István téren több mint 10 különböző sátor várta a gyerekeket, akik játékos formában tanulhattak a Föld napja alkalmából.